Érkezik a városgondozás kis teherautója, a platóján fotel és székek. A szállítást is megoldotta a városgondozás, emellett tisztítószereket is adományoztak. Az EGRI Norm Alapítvány felkérésére a cégünk úgy döntött, hogy nem használt bútorokat, irodaszereket, illetve irodai bútorokat fogadni, hanem vásároltunk jó nagy mennyiségben tisztítószereket, higiéniai felszereléseket, lábtörlőt, szemetest, konyharuhát és minden olyan felszerelést, ami fontos lehet a ház életében. A Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület tagjai pakoltak. Az Eger és Vidéke Kóp ZRT zárható szekrényeket, polcokat ajánlott fel a Szalai Közösségi Házba, olyanokat, amelyekben például a fejlesztő játékokat, eszközöket lehet tárolni majd. Hogy mire van szükség, ki mit tud felajánlani, az EGRI Norma Alapítvány koordinálta. Ők már elkezdték a Közösségi Házban a munkát, ekkor derült ki, hogy milyen sok dolog hiányzik még innen. Van egy émopos pályázat, hogy ezt a Közösségi Házat tartalommal megtöltsék, és annak az egyik eleme a korepetálás, pályaorientáció, konfliktuskezelés, kompetenciafejlesztés, és azt mi nyertük meg, mint EGRI Norma Alapítvány, és ezért hetente többször kijárunk a gyerekeknek segíteni kicsit iskolakezdés előtt, meg majd utána iskola alatt, hogy szinten tartsuk őket, vagy egyáltalán felzárkóztassuk. A főiskola is küldött eszközöket, számítógépet hoztak, meg egy informatikust, aki segít a gépek beüzemelésében. Kaptak számítógépeket már a családsegítőtől és több civil szervezettől. Hiányzik még a konyha és az iroda teljes berendezése.